Köszöntöm a Pécsi körnézőit! Lássuk, mit kínálunk a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! Átadták a Boros Misi zeneligetet. Az idei Bőkösz Fesztivál során az ormánsági Tésenfán ünnepeltek a hétvégén. Megelevenedett a történelem. Viselet, fegyver, mindennapi élet a históriás udvarban, Pécsen. Megemlékezés a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen, 15 milliárdos beruházás a területen, mely 1700 katona nyughelye. Világzenei élmény a Pirogránit udvarban, a Balkán Unión Quintet adott koncertet. Boros Misiről, a zongora virtuózról, junior prémadíjas fiatal zongora művészről neveztek el zeneligetet. Az ormánsági Tésenfán szombaton avatták fel a mostantól szabadtéri zenei rendezvényeknek helyet adó pavilont és ligetet az idei Bőkösz Fesztivál alkalmával. A csodálatos Bogányi Gergely zongorán játszva avatta fel Boros Misi a róla elnevezett zeneligetet az ormánsági Tésenfán. A 10 évvel ezelőtti Virtuózok tehetségkutató verseny első évadjának győztese volt Misi. Most a nagy esemény előtt adott interjút a Pannon televíziós stábjának. Fantasztikus élmény számomra, hogy 10 évvel a Virtuózok műsorban való szereplésem után megnyitjuk a Boros Misi zeneligetet. Valóban a Bőkösz Fesztivál keretében, ugye Pécs mellett járunk, ami az én szülővárosom, és én a legelső alkalommal is fölléptem rajta itt Tésenfán, a templomban, 2015, ha jól emlékszem, tehát nem most volt. És most 9 év elteltével ismét itt lenni, átadva ezt a csodálatos helyszínt, ez egy felemelő élmény, főleg, hogy közel 500 hangversenyt adhattam az elmúlt évtizedben, számos kontinensen, több mint 30 országban, de itt Pécs környékén játszani azért a szívem közepén foglalja el ezt a helyet. Ez a helyszín is, ahogy említettem, Tésenfán, beszéltünk Mária Gyűdről, vagy éppen Pécsről. A most 21 éves fiatal, rendkívül tehetséges zongoraművész, végtelenül hálás a fesztiváligazgató Pataki András ezen ötletéért, hogy mostantól az ő nevét viseli e különleges helyszínen kialakított zeneliget. Hogy meg lehet, hogyha valamit elnevezünk, akkor nem muszáj feltétlenül mondjuk most Beethovenről elnevezni ezt a zeneligetet. Két okból, egyrészt mert nem járt itt, másrészt pedig nagyon reméljük, hogy a most körünkben itt áldogáló Misi sokat fog majd itt járni, hiszen ugye a mi megbeszélésünk, amikor a Bartók csodálatos mandarint csináltuk, akkor mondtam a Misinek, hogy mi lenne, ha elneveznénk róla egy ligetet. Hát ne, furcsán nézett rám, hogy lehet, hogyan lehetséges ez. És mondtam neki, hogy az lenne az üzleti megállapodásunk, hogy a liget melletti házikóban bármikor pihenhet, bármikor ide visszavonulhat, tarthat mesterkurzust, majd ha mester lesz, ha elvégzi a nem tudom hány egyetemét. És szóval csinál, amit jónak lát. És cserébe, tehát ezt élete végéig kapja ezt a szolgáltatást, cserébe minden nyáron csinál egy koncertet. Na most ezt én úgy gondolom, hogy ezt az üzletet most meg tudtuk kötni, és nagyon remélem, hogy 10 vagy 20 év múlva már nehéz lett volna megkötnünk, mert akkor az azt jelenti, hogy Misiből várhatóan az lesz, amire én mondjuk gondolok, és valószínű itt az önök körében is sokan. Ez elképesztően megtisztelő az én számomra, hogy a nevemet viselheti. Pataki András, fesztivál fő igazgatója mondta, hogy általában olyanokra neveznek el, akik eltávoztak közülünk, és most olyanról szeretne, aki itt van, és részese tud lenni a fesztiválon a liget működésének. Koncertek, akár kurzusok szervezésében, és természetesen koncertet adva minden évben visszatérő vendégként leszek jelen. Ez fantasztikus érzés, és tényleg ez, hogy 10 év, ez egy kerek évforduló, azt hiszem ennél nem lehetne szebb ünnepünk. Hoppál Péter kormánybiztos többek között elmondta, 10 évvel ezelőtt az első Bőkösz Fesztiválon éppen Tésenfán zongorázott Boros Misi az akkor még fel nem újított református templomban. A politikus azt is elmondta, nagy öröm, hogy Bogányi Gergely, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész mentorprogramjában egyedül Boros Misi vehet részt. Misinek a billentés technikája,
és a muzikalitás, az éneklési készsége a zongora hangszerén, ami nem magától értetődő, hiszen ez egy ütő hangszer, kalapácsok ütik meg a zongora húrjait, itt énekelni ezen a hangszeren egészen nehézkes. Én körülbelül 40 éve próbálkozom ezzel, és nem sikerül. Úgyhogy tessenek kell hinni, hogy nagyon nehéz feladat. Misinek 4 éves kora óta van benne a vénájában, hogy ő zongoraművész lesz, és ezt a pályát teljesíti ki azóta is, most már friss diplomása a Müncheni Zeneakadémiának. És ihletett előadója a magyar repertoáron kívül az európai nagy zenei uralom minden jelentős korszakának. A Boros Misi Zeneligetet Keresztes Andor Esperes Mária Gyüdi plébános áldotta meg, előbb azonban elmondta üzenetét. Eszembe jutott akaratlanul is Stradivárinak az élete. Hogy kezdte ő? Úgyhogy ellopott a templom gyontató székéből egy deszkát, és kezdte faragni az ő kis hegedőjét. És egy megmunkálatlan fadarabból indult el az élete. És túlnőtt az anyagon, nagyon jó mestere volt Nicola Amati, de túlnőtt azon is, azért, mert belőle a művészet belülről született. És ezek a hangszerek csodálatos módon lélekkel megtöltötték a világot. Na most, Misi, ilyen a te egyéniséged, a művészeted is. Mert valahol azonosulni kell mindig a művel, a mesterrel, hogy igazi tanítványok lehessünk. De amit az Isten adott neked, talentumot is ültetett a szívedbe, tehetséget, a zenét te belülről hallod. Az avató ünnepség alkalmával Bach, Mozart, Chopin műveket játszott, illetve magyar zene Bartóktól is felcsendült Misi zongora játéka során. Megelevenedett a történelem. Viselet, fegyver mindennapi élet alakjában nemrég a Múzeum utca Plusz elnevezésű rendezvénysorozat idei programja alkalmával Pécsen. Mindez a Janus Pannonius Múzeum Káptalan utcájában a Históriás udvarban történt. Az ország távolabbi pontjairól is érkeztek érdeklődők, mint ez az apuka kislányával, aki Pécsen nyaralt és véletlenül talált rá a Históriás udvarra, de mint hallhatjuk, nem bánta meg. Számára a nosztalgikus élmény, hiszen ő is volt hagyományőrző. Én a másik oldalon voltam 10 évig, igen, hagyományőrző voltam, csak a család az közbeszólt, és most nem annyira. De Debreceni Egyesületben meg voltam a tagja, úgyhogy ismerem és szeretem ezt a hagyományőrzést. A hagyományőrzésen belül a bajvívás, a régi korabeli viselet, eszközök, szerszámok és a velük való foglalatoskodás idézik a korabeli hangulatot. Itt még az eredeti öltözethez tartozó gumvarási technikával is meg lehetett ismerkedni. Ez úgy készül, hogy igazából van először egy gyapjú mag, ami elkészül. Ez úgy van összevarva kézzel. Azt ugye magával az árral kiukasztom középen, és utána felbordázódik ugye maga a gomb, először ugye a függőleges verzióban, utána pedig egyesével át van húzva, mindig át van húzva, plusz még egyszer egy hurokkal. Tehát gyakorlatilag végigmegy az egész körbe, és akkor a végén teljesen véget ér, akkor lesz neki egy ilyen kis füle, és akkor így fel lehet varni igazából a dolmányra, és akkor így magához a ruhának ez lesz a gombolása. A mi korszakunkban nagyjából 2-3 féle gombolási típus, gombkészítési típus maradt meg, ez az egyik. Ennek van még egy egyszerűbb verziója, és most tanulok még egy harmadik változatot is, de az még egy nagyon kezdetleges verzióban van, úgyhogy abból az még egyelőre nem publikus. Pécs késő középkori és hódoltságkori életét akarja bemutatni a rendezvény. A hagyományőrző csapatokat is úgy próbálták összeválogatni, hogy magas színvonalon képviseljék a Múzeum utca Plusz
Janusz programot. A Janusz Pannonius Múzeum munkatársa és a Vándorló Történelem hagyományőrző csapat kapitánya avatott be a megelevenedő történelem rejtelmeibe. A 14.-től a 16. századig alakították ki a csapatokat, amelyek egy-egy korszakot képviseltek. A célunk az, hogy az volt, hogy Pécsre ezt a késő középkor, igazából ugye, korra, vagy késő reneszánsz vonulatát próbáljuk most megjelenteni és bemutatni. Ugye most főképpen katonai táborokat hoztunk, de most ez inkább egy ilyen hadi hétvége, egy katonai korszakok köré épül, de természetesen vannak olyan rekonstrukciók is, amik a múzeum leletanyagából készültek, és az azokból elkészült rekonstrukciók is megtekinthetők. Ebből ugye van egy bauenvér, egy parasztkés, illetve pedig egy kerámia készlet is, valami szintén itt ugye Pécs környékén előkerült történelmi kerámiának a rekonstrukciója, és az is megtekinthető. Történelmi újrajátszás, amit ők alakítanak ezen a napon. A kézművesség, a polgári kultúra megelevenítése is ide tartozik. Egy rendkívül korabeli fogmosásnak is tanúi lehettünk. Tojáshéj morzsába őrölve, majd tisztító ruhával a fogat meg kell vele dörzsölni, az öblítése egy speciális folyadékkal történik, mondta Helesfai Márk. Ugye a fertőtlenítés, szintén korabeli recept alapján készült szájvíz, almaeszet alapú, mustármag, rozmaring és egyéb fűszerek vannak benne. Hát ízés kérdése, de a reggeli szájszagnál szerintem minden jobb, úgyhogy ahhoz már egy korszakhoz mérten friss leheletet fog biztosítani, illetve antibakteriális hatású, tehát azért akkoriban is már próbálták ugye a fertőzéseket minél inkább távol tartani, úgyhogy... csak ugye ezzel már a korabeli szájápolásnak az egyik mozdulatát így akkor meg tudjuk mutatni, ezt ki is lehet próbálni a bátrabbaknak, de mondjuk utána akarjanak csókolózni. Rengeteg szórakoztató, hasznos, lelket, szellemet feltöltő, múlt idéző élmény gyűjthetett az, aki a Múzeum utca plusz programjaiban részt vett, nem sajnálva erre az idejét Pécsen, a Káptalan utcában. 498 éve augusztus 29-én zajlott a végzetes mohácsi csata. Az 500. évforduló közeledtén kiemelt figyelmet kap az idei megemlékezés és koszorúzás a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. A helyszínen régészeti feltárásokat végeznek. A park területe 1700 katona végső nyughelye. A helyszínen 15 milliárdos fejlesztés zajlik. A megemlékezést csütörtökön tartották. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megemlékezést tartottak a tragikus kimenetelű mohácsi csata áldozatairól. Varga Szabolcs történész a következő szavakkal nyitotta meg a megemlékezést. 1976. augusztus 29-én elhangzott ezen a helyen az első beszéd. Az újabb és újabb évfordulók egyre nagyobb terhet róttak a felkért szónokokra, hogy vajon mit is lehet még elmondani a mohácsi csata hőseire, emlékezve, ami nem fog rosszul öregedni, ami képes hálót fonni az 500 éve itt küzdők és a kései emlékezők között. A feladat korán sem egyszerű, ahogyan érzékelte ezt már az 1976-ban beszédre kényszerített, mindenben és annak az ellenkezőjében is őszintén hívő Ortyutai Gyula, a Hazafias Népfront elnöke is, a kép a parasztság és a munkásosztály egymásra találásáról delirált az összegyűlteknek. Tehette ezt a magyar parasztság szétverése után 10 és a Dózsa emlékév után 2 évvel senki nem kérte rajta számon. Ám ő is csupán egyetlen szem volt a láncban, az emlékezet hosszú fűzérében, amely észrevétlenül benőtte a tömegsírokra épült emlékhelyet. Hiszen Losonczy István már 1781-ben úgy írt a tankönyvként használt Hármas kistükör című könyvében, hogy idézem, míg a külföld még Mátyás vakító jelenségének varázshatása alatt állott, az ország számos körülmény végzetszerű összeműködése következtében hanyathomlott zuhant az örvénybe a fejlettség és erő magas polcáról. Oh,
Bacsmai László mohácsi plébános miután elmondta köszöntőjét, közös imádságra hívta az egybegyűlteket. Első szent királyunkra emlékeztünk, őt köszöntük meg Istennek. A fiatal István számára a legfontosabb lépés a kereszténység vállalása volt, és a nyugati kereszténységhez való csatlakozás. Így tudtunk megmaradni 2000 éven át kereszténynek és magyarnak, természetesen mi 1000 éven keresztül. A mai kereszténység ugyancsak kulcskérdése, a szilárd és hívő keresztény magatartás kialakítása. Ma a külső hatás, a pogány hatásra gondolok, legalább annyira erős, mint amilyen erős volt István király életében. Ha mi nem erősödünk meg a saját hitünkben, a saját identitásunkban, akkor ami nem sikerült 150 évig a török megszállóknak, majd sikerül most. Mert Európa, legalábbis a nyugati fele, elveszítette hitét és az erkölcsi normákhoz való ragaszkodását. Két évvel a mohácsi csata 500. évfordulója előtt Hargitay János miniszteri biztos az emlékezés helyszínén az évforduló egyik legnemesebb és legfontosabb célkitűzéséről beszélt. Azokat a hőseket, akik ezekben a tömegsírokba el vannak hantolva, és ugye ebből két tömegsírt már fel is tártak a hozzáértők. Nyilvánvalóan a feltárás eredményei még nincsenek meg teljes egészében, de meg lesz. Tehát a dolog lényege, hogy ezeket a hősöket végre méltó módon eltemessük itt az emlékhelyen. A további itt történő fejlesztés sok milliárdos beruházás, ennek pedig óriási a jelentősége, tette hozzá a miniszteri biztos. Ez önmagában, amiről beszélek, csak itt az emlékhelyen egy 15 milliárdos fejlesztés, amit meg kell csinálnunk, és mondtam, hogy már csak két év van hátra. Tehát a másik, ami eszembe jut, az már is az időzavar, mert nyilvánvalóan miniszteri biztosként addig, ameddig nem látok munkagépeket ezen a területen, akik már dolgoznak, és a végeredményt formálják, hát addig én csak tovább őszülök, nyilvánvalóan addig is, vagy utána is, de én ezt minél előbb látni szeretném, és persze Mohács 500-nak vannak még más beruházásai, céljai, amit meg kell valósítanunk, és ezeknek nagy részét szintén más helyszíneken a csatai évfordulóra, tehát van előttünk feladat rengeteg. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság területéhez tartozik az emlékhely. Fontos szerepet töltenek be az ásatások, feltárások alkalmával. Závodszky Szabolcs, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság igazgatója, az emlékezés mellett a jövőt is felvázolta. Az idei évnek az aktualitását adja az, hogy a befejeződött a 4-es számú tömegsírnak a feltárása, és ott már az antropológiai kutatások folynak a Szegedi Tudományegyetemen, és hát reményeink szerint jövő év elején megkezdjük egy új látogatóközpont és egy kápolna építését itt az emlékhelyen, hogy két év múlva az 500. évfordulóra egy megújult helyszínnel tudjuk fogadni az ide látogatókat, illetve a tömegsírból kikerülő egyének is méltó nyughelyet kaphassanak a kápolnának az altemplomában. A megemlékezés zárásaként a kegyelet koszorúit is elhelyezték a mohácsi nemzeti emlékhelyen. Egyedülálló, modern, köntösbe öltöztetett világzenei élményt nyújtott a Balkán Unión Quintet nemrég. Az együttes a kelet-európai hagyományokat őrző zenészek csoportja, mely a modern zenei elemeket is használja előadásaiban. A koncertnek a Zsolnai Kulturális Negyed Pirogránit udvara adott otthont. A zenekart a brilliáns gitárjátékáról és erőteljes énekhangjáról ismert Tóth Bagi Csaba alapította. Blues alapokon nyugvó gitárjátékára nagy hatással vannak balkáni gyökerei. Azonban ugyanígy meghatározó zenei pályafutása során magyar zenei neveltetése. Ehhez pedig még társul több évtizedes nemzetközi turnézása a neves gitárossal Aldi Meolával.
A pécsi koncert főpróbája után beszélgettünk a bluesgitáros zenésszel. Érdekes, hogy én bluesgitárosként indultam, mert a gitárosok általában blueszt játszanak, tehát ez egy egyértelmű dolog, és akkor így igazából oda kerültem az Aldi Meolához, és akkor jöttem rá, hogy nem ez az én világom, és akartam egy kicsit többet mutatni abból, ahonnan én jövök. És sokan egy kicsit félreértik ezt, hogy most én magyar vagyok, vagy balkáni, vagy mi vagyok. Nem tudom, hogy mi vagyok, ami vagy. Tehát, hogy ott laktam, itt lakok, egyébként magyarok vagyunk nagy részt, hogy azon kívül mi, azt nem tudom, de más gyökerek is vannak a családban. Nem nagyon mentem utána, csak az, amit érzek, az szerint megy. Kint Amerikában megkértek, hogy főzzek egy valami olyan kaját, ami itt Magyarországon érdekes. És fel kellett hívnom anyukámat, hogy anyu, hogy kell csinálni a csirkepaprikást, mert ahhoz még össze tudtam szedni a hozzávalókat. És nagyon vicces, hogy igazából így jött nekem ez az egész, hogy nekem valami ilyesmit kell csinálni, hogy megmutassuk azt, amik mi vagyunk, vagy ami innen jön tulajdonképpen, egy olyan formában, ahogy ez talán nyugaton is elfogadható, a kettőt össze kombinálva tulajdonképpen innen jött az ötlet, és nyilván a Aldi Meola hatásai is talán érződnek ezen a dolgon, nem tudom. A lényeg az, hogy így jött ez az egyveleg össze zeneileg. A basszusgitáros Máté Lászlóval és a dobossal Kertész Ákossal már régóta együtt játszanak. Jelenleg a dobos beteg, és helyettesítették a pécsi koncerten. Kezdte bemutatni a Balkán Unión Quintettet Tóth Bagi Csaba. Egy éve a Covid után jött úgy, hogy a Dávid és a Bránká csatlakoztak a zenekarhoz, akik pedig igazán ezt a népi dolgokat hozzák bele, és ennek nagyon örülünk, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez most tökéletesen az, amit szerettem volna. De hosszú idő volt, mert 10 éve létezik a Balkán Unión, és én most érzem azt, hogy most már az szól, amit szerettem volna akkor 10 évvel ezelőtt. Hosszú út volt. Voltunk New York Gypsy Festival nevű rendezvényen, egyébként ez egy török ember által szervezett tök nagy esemény, hát ilyen balkáni népzenékkel foglalkozó esemény. Hát Németországban többet járunk, Románia, Szerbia itt a környékben, de most igazából leginkább itthonra. Persze játszottunk már Bangkokban is, például Tájföldön, vagy ilyesmi. A zenekar többi része is sok helyen járt, de így Balkán Uniónként ezek azok a dolgok, amit megcsináltunk. És én most arra törekszem, hogy minél többet játszunk itthon amúgy, mert rájöttünk arra, hogy nekünk mindegy, hogy hol, meg hogy, meg mit, de szeretnénk ezt sokat csinálni, mert szeretjük. Úgy kerültünk ide, hogy most lesz kész az új lemezünk, ez a harmadik lemeze a Balkán Uniónak, amin ebben a formációban játszunk. Igazából a Covid alatt íródott ez az egész lemez, és egy kicsit komplikáltra sikerült, mert akkor nagyon sok ideje volt az ember, nekem, és nagyon jó ötleteim voltak, amit nehéz volt megvalósítani, de mostanra meg leszünk, tehát hogy most valamikor szerintem őszre jelenik meg ez a lemez. Tóth Bagi Csaba több világhírességgel zenélt és együtt dolgozott.
A magyar Geri Moore-nak tartott gitáros ritkaságszámba menő itthoni szereplései mindig igazi zenei csemegének számítanak, és több korosztály rajongó táborát vonzák. Így volt ez a pécsi koncerten is a Pirogránit udvarban. Véget ért a pécsi kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!